estét kívánok, sziasztok! Bachmann Péter vagyok, rádiós és televíziós műsorvezető, Attila és a zenekar 1000 éves jó barátja. Tegnap este összeszámoltam, én nagyjából az elmúlt 4 évtizedben 250 Edda koncerten voltam, és minden eddiginél jobb lesz az, amit most látni fogtok. A zenekar hajnali 1:30-ig volt, aki hajnali 3:30-ig készült itt ezen a színpadon, hogy minden tökéletes legyen. Azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk nekik, és legyünk is hálásak, hiszen számunkra az Edda az életet jelenti. Gondoljunk csak bele, nincsen házi buli, ahol ne kerülne elő Pataki Attila hangja, nincsen autós hifi, ahol ne hangosítanánk fel az Eddát magát, és nincs csók, szerelem vagy csalódás, amikor ne nyúlnánk Attila dalaihoz. És még egy dolog. Volt egy 9 éves kisfiú, aki 1981-ben a Csepeli Szabadidőpark betonpillérére felmászott, mert látni akart, hogy mi van bent, az apukája tartotta neki a bakot, és amikor benézett, észrevette, hogy ott énekel Pataki Attila, a hűtlent énekelte. Az a fiú akkor nem értette, hogy mit jelent az, hogy hűtlen, mit jelent az, hogy töltött voltam, de most pontosan érti, mert beleégett a szívében. Ő itt áll előttetek 37 évvel később, és azt mondja, hogy ami most lesz, az minden képzeletet felülmúl. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, színpadon az Edda műve! Come on, it's not the end of the year.
Jó összüdegőjén mindenkinek! A kezdetektől az idő végezeteig, az idő végezeteig. Mindig veletek! Mindig veletek!
Drága hölgyeim, honnan jöttünk, miért vagyunk itt, merre tartunk, mi tudjuk, és azt is valljuk, hogy térd a nép. Thank you.
testvéreim! Ma este, egy estére zenésztársainká szegődtek, és szerintem, mire végre szabulinak igazi rockert kívánnak, az Atlantis Bonus zenekar Tóth Tamás vezetésével! És ha jól tudom, ma Ildikó nap van, ugye? Ildikó kezdett a levegőbe. Édesem, cuki, ő is Ildikó. Kicsit fiú, de nem. De itt én úgy tudom, hogy kell lenni egy Ildikónak köztetek, ugye? Ott van, megvan. Hát akkor megengeditek, egy virágcsokorra köszönteném a hölgyet, mert ma van a születésnapja is, egy nagy tapsot Ildikónak. Isten éltessen! Hát akkor legalább beelégítésképpen körülbelül ennyit. A kérés nem változik, maradjon ez így a következő műszínre is. I'm Ellie. Szívedet jön egy kívül, csak állj meg egy percre,
kalapátra, ami a szívedet nyomja most.
csodálatos legyen a négyén. A hely neve. Boldog újra,
hagyjatok semmit, ne, ne titkotok semmit, elengedjetek saját utamon. Hey!
Legnővény! Ez itt a 44 éves rendben volt. Alig látszik rajtunk. És itt vagyok ti, a csoda, az eltartál. Hey! És itt van a 33-as album. Közös élményeinkből íródott, higgyétek el. Mindennel megjelent élmények alapján közös élményekből íródott. Legnővény! Hétköznapok? Ja, hát ez privát, ez mindenki. Magának kell eldönteni, hogy én merre. Ki mondja meg? Ki mondja meg? Ki? Yeah.
bekezdtük a testtel, akkor folytassuk a testtel rága vérejét. Kicsi. Kedvencetőtől lazíts kicsit. Vállaltál ma innen, a leszületés.
extravagáns tudás. Tehát Darwin, hát akkor alátosan jelentem megalakult a Supergroup, kezdő Szenyadi, Zelda Művek, Robi Lakatos, és egy ütős király, szintén itt van velünk. Magyarul Kornél! Lássuk, mit tudnak forró zsírban százan.
Sziasztok, kérem, ünnepélyes pillanatok következnek, és megnyugtatok mindenkit, hogy több dal van még vissza, mint amit eddig hallottunk, hogy még a show folytatódik. Nagyon szépen kérném Zolikát, Alapi Püstit, Csoltit és Kiska Lacit, hogy tulajdonképpen Tornasorban álljanak már ide föl, és Attilát is szeretném kérni a színpadra, mert hogy az ünnepélyes pillanatok folytatódnak, hiszen ajándékot fognak kapni. Tudjátok, azért az marha nagy dolog, hogy manapság van 100 000 zenekar, aki 1 000 000 hangkorpuszot ad ki, és ehhez képest az Edda Művek Dalok a testnek és Dalok a léleknek című dupla albuma 24 órán belül lett aranylemez. 24 órán belül, egy napon belül, és ezt meg kell köszönhetünk. Ó, megjött Attila is, úgyhogy jönnek a lányok először az aranylemezzel. És aztán eltelt még néhányszor, 24 óra, egészen pontosan 2 darab hét, és ez az arany platinává változott. Szintén nektek köszönhetően. És tudjátok, Attila nagyon hisz a számmisztikában, ő most 66 éves, Göme és Alapi Pisti 55, ugye az Edda 44 éves, 33. ez az album, és 22 dal van rajta. Attila, tiéd a szó, és gratulálunk! Átváltok szexibe! Drága éreim, ezek a legszebb pillanatok, vagy legalábbis sok szép pillanat közül az egyik, amelyik ötletesen nem tudom olvasni azt. Szóval, drága éreim, az ilyen nagy alkalmakkal tudjátok, nagy, a világosok ilyen felhajtáson meg szokták köszönni azoknak, akik beszálltak ebbe a buliba. Én ezt ezer örömmel teszem meg egyébként, hiszen nagyon-nagyon fontos, nem lehetne ilyen fényes ez az este, hogy ők nem lennének. Szeretném tényleg megköszönni mindazoknak, akik velünk voltak az elmúlt 44 évben, és akik sokat tettek azért, hogy ez a mai este ilyen sikeres legyen. Elsősorban az eltársok táborának. Szeretteinknek, szerelmeinknek, családtagjainknak. Az MVM Groupnak, nagyon fontos, az NKA-nak és a Broadway-nek, a Broadway csapatának, hiszen ők veszett sokat dolgoztak és tettek azért, hogy ma ilyen kerek legyen minden. Megtisztelő lehetek dolgozni. Vacinak, Bertának, Gábornak, az MTVA stábjának, a Rodok csapatának, Gyulai Zsoltak bérnöknek, Somának, a Kontoszantnak, Gellér Krisztiának, Kólya Zolító csapatának, Fény és látványtechnikusoknak, Szacsi és Madár csapatának, a P-Management iroda vezetőjének, túlmenedzserének, mindensének, Gönczi Tündének, rengeteget melózott, rengeteget. A két túlmenedzsernek, Gellér Krisztiának és Pataki Gergőnek. És újra az Edda tábornak. 1974-től 2018-ig a 44 év minden percét köszönjük nektek. És legalább, ha valamit még elfelejtettem, szóljatok, igen. És számomra Magyarország négy legjobb rockzenészének, a két szerzőtársamnak, Gömének és Szevének. És a két varázslónak, Kiska Lacinak és Hegyényi Zolinak.
Na ilyet csináltam még. Ebben bele is zattam jobban, mint a buliba. Örülködjük egy kicsit! Senki nem figyel, menj bennem félelem.
következő dalt szeretném ajánlani, hiszen ő szép tudja hozni a világban. Mesteremnek, barátomnak, Krisztiánnak és minden Jézus ügyadásnak az év 365 napjára. Ima! Gyermekkórusa. Egy nagyon nagy tapsot kérek! Hozták a szívüket, a lelküket és a hangjukat.
Csodálatosak voltak a gyerekek. Nagyon köszönjük. Tudom, hogy állj, nem volt, légy szíves, ne menjen. Tudom, hogy minden a programban az volt, hogy szépen lemondultak. Nem mondanunk le, olyan jó volt a szület. Menjünk előre, gyertek oda, úgy szaladjunk, hogy kell ide. Hey, mindenki előre! És most itt vagyunk, ünnep. Tánk itt állunk testben és lélekben, segíts Isten harcunkban, hitünkben, de legfőbb képben, békességünkben. Isten, köszönjük szépen! Kapcsoljátok egyébként is, hogy visszafőzött! Hát értünk, róluk szól a jövendő drága testvéreink. Fel ne adjátok, figyeljünk oda. Hagyjuk figyeljünk oda a következő hónapokra. Köszönöm. Arra. Ügyesen. Ahogy jöttek. Köszönöm. Még egyszer, ez a ráadásátok. Aztán mondjuk, hogy melyik legyen. Sok felcsönöm. Éljen érkezett. Come on.
írtunk egy dalt, írtam egy dalt. Pont neked. Pont neked.
térjünk. Tudod testvérem, hogy régen hajt valami hozzád, yeah. Let's
Yeah.
érzed, hogy nincs tovább. A szíved nagyon fáj. Ne adj fel, és ne engedj, csak bátran menj tovább. Tudod, tudod a szerelem.
Drága Miré, hogy ki vagyunk mi ötten, a kérdés fölmerülhet. De ha ránk nézel, láthatod, mi vagyunk! Mi vagyunk az élet! Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet!
Budapest, hogy 11-ig játszhatunk. Mehet tovább, Andris! A Lodan is azt mondták, hogy mehet tovább. Na, akkor mehet tovább, írjátok! Tuti! Kiáltsatok!
Yeah.
Ilyen egyszerű! Ilyen egyszerű! Valaki nem érti?
Istenem! Nem kell félni, nem kell félni, csak hátra egymás szemébe nézni. Nem kell félni, nem kell félni, csak hátra egymás kezéhez érni. Nem kell félni, nem kell félni, csak hátra egymás szemébe nézni. Nem kell félni, nem kell félni, csak hátra egymás kezéhez érni. Ez a föld a mié, a magyarok földje, az ég nekünk adta, most és mindörökre, a vezeklés ideje, lassan véget ér már, az ősök ereje, végre biztosztál, ez a föld a mié, a magyarok földje, az ég nekünk adta, most és mindörökre. Lassan véget ér már az ősök ereje, végre visszaszállnál. Isten, Isten, ne levélni! Hey! Sevastok!
szeret, felezéssel ír a szívembe. Szeretve vagyunk és szerethetünk. Ez a nagy csoda. Legyen ideig. Nincs is tovább. Ettől nincs tovább. Feljebb van, tovább nincs. A szeretet az egyetlen igazság. Ez egészen biztos. Legyen ideig. Ebből állunk mi ma. Így együtt. És ezt viszünk tovább a következő hosszú években. De hát, mivel rutinosak vagytok, tudjátok, hogy ez csak úgy lehet, ha megígéri nekünk, hogy mindig ott lesz, basszunk gitárnát, itt fel fog kicsi!
volt nekünk még egy sztárbarátunk, bár egy extra fickó, azt mondta, hogy Atikám, ha lement a buli, én mostanában annyi gyűlöltem, hogy meginnék egy italt valahol. Hát ha valaki valahol látja, akkor küldje fel hozzá. A Tempó királyt, Hunyoró Kornél, tapsoljunk meg! Hey! Itt van, nem, nem itt van, jól van.
Köszönöm szépen, Lévi!